Korszerű technikai berendezéssel bővült a Sátoraljaújhelyi felületkezelő cég. A vállalat Európai Uniós pályázat segítségével több mint 240 millió forintot fordított új dekapírozó és passziváló sor telepítésére. Az üzemben elsősorban alumínium és horgonyalkatrészek felületkezelése történik. Technológiai újításokat valósítottunk meg a pályázat segítségével, ezáltal olyan munkahelyeket teremtettünk, amelyek még biztonságosabbak. Éppen ezért örülünk annak, hogy ezt az uniós pályázatot Magyarország támogatásával meg tudtuk nyerni. A projekthez tartozik még egy számítógépes rendszer telepítése, amellyel az üzemben a logisztikai feladatokat el tudják látni. Valamint a program segítségével gyors árajánlat készíthető, mondta Günther Heiche, a vállalatlánc tulajdonosa. A projekt segítségével olyan gépekkel gazdagodtunk, amelyek funkcionálisan hasonlóak már a meglévő berendezésekhez, ezért az új gépek üzembehelyezésével kapacitásbővítés történt. Így több területen is ki tudjuk elégíteni a vásárlóink igényét itt Magyarországon. Ez pedig a vállalat szempontjából és a térség szempontjából is előnyökkel jár. A város és a térség számára elsősorban azért jó, mert a kapacitás növekedés, amit okozott, hogy be tudtuk állítani ezt az új berendezést, természetes létszám vonzata is van, és körülbelül egy 15-16 fővel meg tudtuk emelni a üzemnek a létszámát, ami új hely viszonylatában véleményem szerint nem elég komoly. A korszerűsítés hasznos a cégnek, mert az újszerű eljárások miatt a jövőben ki tudjuk terjeszteni a vásárlói kört, a magyar vevők pedig azt szeretnék, hogy egyre többet termeljünk nekik. Valamint hasznos a régió számára is, mert a már meglévő munkahelyeket biztonságosabbá tettük. Ezek mellett új munkahelyeket is teremtettünk, és a térségből új munkaerőt is alkalmaztunk. Megnőtt a kapacitásunk, így a régi berendezésbe lesz olyan lehetőségünk, hogy esetleg egy új technológiát beállítsunk, és még növelni tudjuk a termelési értékünket, ezáltal még több embert tudunk majd foglalkoztatni. A Heiche csoport Sátoraljaújhelyen 2005-ben létesített üzemet, ahol a termelés két évvel később be is indult. Az üzem az elmúlt néhány évben a gazdasági recesszió ellenére is nyereséges volt, mondta a telephely vezetője Deutsch György.